Multivitaminos üdítők, kávé és édesség tölti meg ennek az autónak a csomagterét. Mindezt a pécsi mentőszolgálat munkatársai kapták ajándékba a Baranya megyei önkormányzattól. Őri László elnök elmondta, hogy folytatódik a 2020-ban elindított Baranya Segít program. Ennek keretében ilyen adományokkal szeretnének kedveskedni az egészségügyi dolgozóknak, akik a koronavírus járvány kezdete óta megfeszített tempóban dolgoznak. Emellett idén is készülnek meglepetéssel karácsonykor és újévkor is. Ünnepi menüt juttatunk el a mentőszolgálat ünnepi időszakban szolgáltat teljesítő kollégái részére, illetve az idei évben a háziorvosi ügyeletben szolgáltat teljesítő háziorvosok, asszisztensek és ápolók részére is eljuttatjuk azt az ünnepi menüt, amely a hagyományos magyar ízvilághoz igazodó ételeket fog tartalmazni. A járványhelyzet idején sok nehézséggel nézett szembe az országos mentőszolgálat. Dr. Buda Péter regionális igazgató úgy fogalmazott, Pécset egy plusz mentőszolgálatot hoztak létre. Annyi autóval, emberrel, személyzettel kellett számolni naponta, majdnem amennyi a mentésben, a normál esetben ez mindennapossá vált. Úgyhogy egy párhuzamos mentőszolgálatot építettünk ki. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy nagyon jó és nagyon becsületes munkát végzett a mentőszolgálat. A mentősök mellett a háziorvosok is részesülnek a megyei önkormányzat ajándékaiból. Dr. Princ János ezt megköszönve azt mondta, különösen fontos gesztus ez azoknak, akik az ünnepeket nem a családjaikkal töltik, hanem az ügyeletben dolgoznak. 10-nél több ügyelet működik Baranya megyében, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet, ahol közel 40 kolléga teljesít egyszerre szolgálatot, és így az 5 nap alatt mintegy 200 ebéd kerül így neki kiosztásra, ezzel talán egy kicsit komfortosabbá tudják tenni az ő egyébként hát elég forgalmas ügyeletét. Az ünnepek idején mintegy 550 adag ételt szállítanak ki a mentőszolgálat kötelékében és a háziorvosi ügyeletben dolgozó orvosok, ápolók, asszisztensek részére Baranya megyében.